nem én vagyok ebben a fontos, hanem a Vasis Kanzen. Amit az egyetemi hallgatók szoktak emlékezni, hogy mindig, mikor van egy olyan tétel, hogy a törekvések a két háború között a magyar Kanzen megalakítására, és abban már ugye szoktuk emlegetni a Tóth Jánosnak a Vasi Temlében megjelent írását, és onnantól kezdve folyamatosan, hogy jelen van ez a gondolat ezen a vidéken, és 1973. augusztus 20-a ugye az hivatalos megnyitás, második Skansen Magyarországon, hiszen ugyan már 67-ben a megalakul a Szentendrei is, de még a kiállításra csak 74-ben, 68-ban megalakul, lelegeztek, és igazából én azt gondolom, hogy Szentendre csak utána követ.